Baromi érdekes a kis hableány esete, és mielőtt rátérnék magára a filmre, szeretnék egy kicsit kitérni a születése körülményeire. Egyfelől határozottan érdekesnek találom, hogy a Disney mostanáig húzta halasztotta az élőszereplős adaptációt. Ne értsetek félre, nem én leszek az az ember, aki lángra fogja lobbantani a Disney HQ-t, ha nem kap több modernizált kiadást a klasszikus mesékből. Azonban mindenképpen figyelemre méltó jelenség, hogy a 89-es kvázi eredeti 7,6 ponton áll IMDb-n, ráadásul magasabb részvételi arány mellett, mint a legklasszikusabb Disney mesének számító Hófehérke és a Hét Törpe. Emellett érdekes, hogy például Rotten Tomatoes-on jobb kritikai fogadtatásnak örvend, mint akár Jégvarázs, viszont a közönség visszajelzések alapján még az egyébként első helyezett Pinokkiót is maga mögé utasítja. Nekem sosem volt ilyen katartikus élmény Ariel kalandja, ezért is lepett meg, hogy ezek szerint jócskán lecsúsztam erről a vonatról. Aztán érkezett a meglepetés, a főszerepet nem másra osztották, mint Hal Baileyre, és itt felrobbant a közösségi média, és kezdett el trendingelni a Not My Ariel hashtag. Azt tudjuk, hogy például választást nem lehet nyerni törvényszerűen Twitteren, de filmek sikerét igenis hátráltatni tudja az ott keletkező zaj, és innentől rátérek az elméletek mezejére, sőt akna mezejére, de következtetéseimmel nem hiszem, hogy túl messze fogok járni a valóságtól. Először is, a főszereplő Hal Baileyről tudni kell, hogy ő nem elsősorban színész, hanem énekes, méghozzá R&B énekes. Azon belül pedig állítólag sikeres is, bár a műfaj tőlem távol áll, szóval ezt nem tudom és nem is kísérlem meg sem megerősíteni, sem cáfolni. Ugyanakkor érteni vélem a Disney döntését, hogy olyan színészt keresett Ariel szerepére, aki rutinosan el tudja énekelni a filmben felhangzó dalokat. Másfelől érdekes módon ez nem volt kitétel pár éve a Szépség és a Szörnyetek adaptációnál. Érdekes ellentmondás, de ezen most lendüljünk túl. A nagyobbik probléma Hal Bailey külsejével, vagy mondjuk úgy megjelenésével volt kapcsolatos. Szerintem ez volt az a pont, ahol sokaknál lezuhant a redőny, majd viszont válaszban elkezdték a hangadókat rutinosan rasszistázni. Egyfelől, aki tényleg Bailey bőrszínén volt fennakadva, az remélem a pokol kénköves tüzén fog égni az örökké valóságig, és higgyétek el, az sok idő. Másfelől szerintem odaát rosszul értelmezték a visszajelzéseket, Hal Baileynek nem a bőrszínével volt sokaknak gondja, hanem hogy hableányhoz, tágabb értelemben sellőhöz képest nem elég szép. Hogy más ne mondjak, amikor először megtudtam, kit castingeltek be, azt hittem Hal Berry az. Úgy voltam vele, oké, nem lesz itt baj, de a képről gondolom látjátok mi a probléma. Nem tudom kárhoztatni azokat, akik belelátták Sidet a jégkorszakból. Már csak etimológiai apróság, hogy bár Andersen története nem tér ki rá, már a 89-es Disney mesében is Ariel apja Triton, vagyis Poseidon fia, így gondolom nem alaptalan a felvetés, hogy esetünkben a sellő mítosznak a hellén értelmezését vették alapul, nem mondjuk az ázsiait vagy az afrikait. Ennek még így sincs különösebb köze a bőrszínhez, ha azonban a hellén mitológiából indulunk ki, ami esetünkben jogos, akkor a sellők a nimfák családjába tartoznak, akikről sok mindent el lehet mondani, de azt nem, hogy a szépségük a halandó ember szubjektív megítélésén múlna. Ez olyan, mintha az Odüsszeiában Odüsszeuszra nem hatna a szirének éneke, mert az a dal nem esete. Ilyen nincs. A szirének énekének, ahogyan a sellők szépségének is, mindenkire hatása kell legyen, olyan, mint a cunami. Ha jön, nincs kivételezés, hogy én immunis vagyok az ilyen hülyeségekre. Magyarul Hal Baileynek, mint kés a vajon át kellett volna mennie a közvéleményen, de legalábbis semmi esetre sem kellett volna beindítson egy olyan ellenkampányt, hogy a szereplőválasztás elhibázott. Ha csak... nem ez volt a cél. De mielőtt erre rátérnék, pár szót szólnék a Surfshark VPN ajánlatáról, aminek a díjében történt most némi változás. Semmi egetrengető, de amennyiben eddig nem tettétek meg, és most jutnátok el arra a pontra, hogy élnétek a lehetőséggel, fontos tudnotok, hogy a plusz 3 hónap bónusz továbbra is él. Most, amikor csapkod a ménkű, és sorra lopják el akár a YouTube csatornákat, akár az e-mail fiókokat, nekünk sajnos mindkettőre volt példánk, szerintem ennyi próbát megérhet, hogy legalább negyed évre biztonságban legyenek az adataitok, a digitális személyazonosságotok, vagy bármi más igazából. Emellett része a Surfshark van, ami egy kombinált szolgáltatás, aminek része egy vírusírtó, ami sosem árt, egy keresés szűrő, nehogy valami tracker szemét feljusson a gépetekre, és egy biztonsági rendszer, ami figyeli, ha szivárgás történne a gépedről. Tapasztalatból mondom, megelőzni sokkal kevésbé fárasztó, mint menteni a menthetőt. Link továbbra is a leírásban, ott megtaláltok mindenféle részletet,
érdemes lehet átfutni, ha van fölös pár percetek. És most visszatérünk, és jöjjön a lényeg, miszerint én nem vagyok abban biztos, hogy a Disney nem volt tisztában azzal, hogy Hellbéli beválogatásával olyan nyilvánosságot fognak biztosítani a 200 millió dollárból készülő filmjüknek, amit máskülönben csak nagyon költséges kampánnyal tudtak volna elérni. Én konkrétan úgy gondolom, hogy a stúdió koncként vetette a közvélemény elé szegény Bélit, mondván a hableány téma elég erős ahhoz, hogy meg tudjon állni a saját lábán a moziban, a hírverés meg számokat generál, a marketingeseknek meg úgyis csak ez számít. A nap végén mindenki örül, kivéve szegény Bélit, mert őt ízekre szedték minden egyes nap. Meggyőződésem, hogy amit a Disney művelt a kis hableány születési időszakában, az a legjobb esetben is felelőtlenség, de azt sem tartom kizártnak, hogy vegy tiszta gonoszság. Úgyhogy én úgy ültem be a moziba, hogy akarok egy esélyt adni ennek a történetnek, ami nem feltétlenül nekem szól, mostoha körülmények között hívták életre, és emellett ráadásul valószínűleg egy újabb felesleges Disney remake. A sztorit szerintem már mindenki ismeri. Ariel a kis hableánya tengermélyi királyi család legkisebbik lánya, a szárazföldre vágyik, és álmainak új lökést ad a hajótörést szenvedő, természetesen nemesi származású hajós Erik. El is határozza, hogy hátrahagyja eddigi életét, és ahogyan a szövetségesek is tették Normandiában, ő is partra száll a jó ügyért. Ám Ursula a kisemmizett királyi rokon közben kavarja a dolgokat a háttérben. Nem is kell különösebb fantázia, hogy megfejtsük, ez egy újabb, a lány beleszeret a hercegbe típusú mese. Nagy dolgokat nem kell várni, a Disney semmiféle kockázatot nem akart vállalni ezzel az adaptációval, olyannyira, hogy két daltól meg is szabadultak mostanra mondván, meghaladta őket a kor. Nem tudom, gondolom a hajót hajónak, a koralzátonyt meg koralzátonynak hívták benne. Hozzáteszem, érdemes elolvasni az eredeti Andersen mesét, mert baromi kemény a sztori, amit a Disney már 89-ben is erősen kilúgozott, na most ez átesett egy újabb mosáson. Tipikus példa, amikor annyira érzékenyíted a karaktereidet, hogy átfordulnak önmaguk paródiájába. Például Triton király minden lánya más háttérrel bír. Olyan a családi kupaktanács, mint egy Benetton reklám, ami bennem felvetette a kérdést, hogy a mély tengerek ural a mély víz minden égtáján turnéztatta már nemesi veszélyét. Meg a film végén, amikor a jobb sorsra érdemes Javier Bardem a tőle megszakott bánatos arccal áll nyakig a vízben, fején egy félig korallnak tűnő, félig körberendezett, ázott kutyaszarból kirakott koronának látszó fejdísszel, szégyen vagy sem, én hangosan felnevettem a moziban. Meglepő módon Béli egyáltalán nem a leggyengébb pontja a produkciónak, sőt, megmerem kockáztatni, hogy vagy a sajtóképeken torzítottak rajta, vagy a filmben használtak rajta masszív CG utómunkát. Aztán az sem kizárt, hogy a hónapok során a szemem szokott hozzá, de messze nem tűnt annyira leugrónak a vászonról, mint a trélerek alapján. Sőt, a legtöbbször bájos volt és cuki. Pont ami ennek lennie kell. Amikor meg éppen nem, akkor meg úgy általában az egész film nem működött, amit megint csak igazságtalanság lenne kizárólag rajta számon kérni. Egyébként az egész stáb minimum megkérdőjelezhető alakítást nyújt. Javier Bardem őrült mázlia, hogy eleve van egy olyan kisugárzása, amivel el lehet adni Fremen vezetőtől kezdve Shellő királyon át Bond gonoszig mindennek. Szerintem ezzel tisztában is van tekintve, hogy ezen túlmenően sokat nem tesz hozzá a szerephez. Melissa McCarthy Ursulája bizonytalanul egyensúly ez a harsányan kínos és a bőr alá kúszóan kellemetlen között, mint McCarthy úgy általában. Viszont sokkal érdekesebb, hogy Ariel és Erik herceg között valami olyan döbbenetesen nincs semmiféle kémia, annyira mellőznek a közös jeleneteik bármiféle szikrát, hogy akár statisztálhatnának is egymás mellett a háttérben, ami nagy szó tekintve, hogy Hollywoodban bevett szokás a chemistry checking, azaz, amikor forgatáson kívül megismerik egymást a színészek, hogy el tudják-e játszani a szerelmest. Normális színészek esetében ilyesmire nincs szükség, Európában nem is bevett divat, csak jelzem. Szóval nem értem, mi ment ennyire mellé. Mondjuk Rob Marshall sem tudom, mit nézett a felvétel helyett, mert azon túl, hogy a víz alatti jeleneteknél kihúzta a színeket a francba, még ezt sem tudta felettetni, mennyire nincs szíve a kis hableánynak. Marshallnak konkrétan az nem tűnt fel, hogy a herceg ugyanabban a göncben nősül meg, amiben a film közepe óta kószár ide-oda, miközben feleségének másodszor varnak ruhakölteményt. Bár ha Toretto nősülhetett atlétában, akkor szinte teljesen mindegy. Emellett már lassan észre sem venni, hogy a cégével antropomorfizált állatok, mint Ficánka meg a többiek, nem csak nem viccesek és nincs személyiségük, de ráadásul kurva irritálóak is. De a legrosszabb az, hogy a kis hableány egyszerűen túl hosszú.
Nem értem, a Disney szerint miért volt a 89-es verzió csupán 83 perces? Mert nem léteztek hosszabb szalagok, vagy mert be voltak spidezve a vágók? Nem. Azért, mert egy 12 éves kisgyereket, ha másfél órára sikerül leültetni, az már egy kisebb csoda. Pontosan mire gondolt Marshall, amikor úgy érezte, van a témában 135 percnyi tartalom? Ezt hogy fogja egy család végigülni anélkül, hogy folyamatosan rohangálni kellene ki a kölyökkel húgyozni, mert annyira unatkozik, amit egyébként maximálisan meg tudok érteni. Az újkori Disneyvel amúgy is fókusztévesztési problémák vannak, mert amellett, hogy látványosan aláfekszenek a politikai agendának, emellett, mintha már a leghaloványabb elképzeléseik sem lennének a filmjeiknek ki a célközönsége. Egy 200 millióból forgatott 135 perces kis hableány mégis kinek szól? Ezt az egy kérdést kellett volna felvetni a vezetőségnek, és szerintem percekig tartó kínos csend következett volna. Nem lennék meglepve, ha ez a zavar a mozipénztáraknál is lecsapódna. Akárhogy is, Arielnek lesz egy hete, hogy megtalálja a célközönségét, mert jövő héten jön a Pókverzumon át, utána meg a Transformers, és mindkettő ugyanezt a korosztályt célozza meg, úgyhogy nem lennék meglepve, ha a Disney már most azzal számolna, hogy Arielét el fogják nyelni a tenger habjai. Bazd meg, ez kurva mély. Ugyanakkor, ahogyan azt már megszokhattátok, ez mindössze egy ember véleménye, kommentbe jöhetnek majd az élménybeszámolók a film láttán. Ha tetszett a videó, akkor kérlek lájkoljátok, hogyha szeretnétek támogatni minket YouTube-on, megtehetitek, Donablin megtehetitek, és ezen a héten, most hétvégén lesz egy speciális Gorefest vetítésünk. Csak most, csak nektek. Én meg elkezdek dolgozni a Gollam cikken. Na, csáó!